Szívem lelkem beleadta, vegyétek meg! Pék és cukrász tanuló diákok kínálták kenyérrel és kalácssal az általános iskolás gyerekeket a szekszárdi Garai téren pénteken délelőtt. A nem mindennapi akcióra a kenyér és az élelmezés világnapja kapcsán került sor. Termékeket mutatunk be, a Pék cukrász tanulóink mutatnak be különböző kenyérféléket, illetve kóstolót is tartanak, saját készítésű kekszet is hoztak. A svájci székhelyű Pékek Világszövetsége 2001-es kongresszusán döntött úgy, hogy október 16-a legyen a kenyér világnapja. A mostani kezdeményezéshez a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is csatlakozott. Ők minden évben szervezőként vesznek részt a Magyarok Kenyere programban, aminek során idén a gazdák több mint 10 tonna búzával támogatták a rászorulókat. Vendég Edith Tolna megyei elnök azt mondja, öröm látni, hogy még a nehézségek ellenére is ilyen segítőkészek a Tolna megyei mezőgazdászok. A gazdálkodóknak a jó szíve, a jó szándéka, a jó indulata révén tudtunk, az idei évben is hasonló eredményeket hoztunk, mint akár egy sokkal szerencsésebb időjárási körülmények között zajló gazdálkodási évben. A kenyér világnapján országszerte jótékonysági és kóstoltatási programokkal készültek a szervezők.